Jaj! Jesztusom! Ki mi a... Ki a franc keres engem ilyenkor hány óra van, ki tudja? Halló? Korábban nem tudott volna hívni? Jó napot kívánok! Nem tudom, hogy hogy értél korábban, mert már 11 óra van. 11... Bocsánat, miben segíthetek? Hát, igazából... Kora reggel, ön szerint kora reggel, mennék nekünk kivinni a szemetet, mert azt látom, hogy a felettem lakó szomszédból egy árvíz jön a folyosómra. Árvíz? Hát úgy is mondhatjuk. Hát ebben az esetben esetleg megpróbálhatom bevetni szakértelmemet. Hova is kell menjek? Városháza 15. emeletére, legyen szíves minél hamarabb kijönni. Jó, hát akkor mindjárt átöltözöm, és akkor indulok is, jó? Jó napot, megjött a szerelő. Ez itt a probléma. Hát ezzel lesz munka. Tehát valamiből meg kell élni, úgyhogy munkaruhát föl, és hajrá. Mi lehet a probléma? Hiszen ez a polgármester háza. Jó napot! A szerelő... Megjött a szerelő... tárgyaló. Mi a franc? Köszöntöm Önöket! Azért hívtam most ide magukat, mert egy rendkívül fontos bejelentést kell tennem, mely nem tűr halasszást. A mai napon azt a hírt kaptam, hogy Trunks ország jelenleg még ismeretlen okból 2 nap múlva bombákkal szeretné földdel egyenlővé tenni városunkat. Mivel nincs se katonaságunk, se fegyverzetünk, amivel megvédhetnénk magunkat, ezért csak a menekülés lehetőséget tudjuk választani. Holnap a déli géppel indulunk külföldre, az egyik szövetséges országba. A lakosságnak nincs ideje elmenekülni, és ha szólnánk nekik, kitörne a pánik. Istenem, most mi lesz velem? El kell menekülnem nekem is. Szétbombázzák a városot. Hova meneküljek? Istenem. Legjobb lesz, ha elmegyek innen. Hát ez meg hova ment? Mit kéne most csinálnom? Lebombázzák a várost, hogy mit fog dolgozni? Vagy hova meneküljek? Menjek el autóval a másik országba. De mi van, hogyha arról támadnak? Az nem fog működni. Megvan.
Holnap én is velük megyek azzal a géppel. Napot, polgármester úr, milyen jegyet óhajt? Egy VIP csoportos jegyet kérek. Hány főre? 3 főre lesz. Ó, még szerencse, mert még nagyon sok hely van erre a járatra. Tessék, uram, kellemes utazást! Köszönöm szépen. Ó, már is 1 óra van. Menjek ebédelni. Meg ne lássanak. Kíváncsi vagyok, hova utaznak. Ezek a gyávák, a saját országokat elhagyják. A tepsi épségükért. Nem bírom már ezt a bezártságot, olyan szűk ez a hely. Csinálok már egy kis helyet, mindenki ez a sok dugattyú, meg minden szemét. Nem kell ez, minek ez ide. Na, már is jobb. Már kényelmesen elférek, essek el akkor már. Már jó lesz izé ülőkének így. Lerakom aztán. Ne! Úristen! Jézus Mária! Mi történt? Hol vagyunk? Vagy hol vagyok? Jézusom! Úristen! Lezuhant a gépünk! Jézusom! Jó reggelt mindenkinek! Mi a fene? Illetve
Jó, mi történt? Jaj, a fejem. Jaj. Lezuhant a gép. Lezuhant a gép. Jaj. A gép. Lezuhant. Na, kicsit jobban vagyok. De mégis, hogy történhetett ez meg? Jesszus Mária. Ott egy túlélő. Kérem! Uram! Itt vagyok. Jó napot kívánok! A polgármester úrhoz van szerencsém? Igen, én vagyok. Maga meg kicsoda? Jaj, senki, csak a gépen. A gépen utaztam. Utas, igen. Voltam. Rendben. Maga látott még túlélőket? Hát, nem nagyon. De mi történt? Nem tudja, uram, mi volt ez? Hát, én sem tudok többet, mint maga. Lezuhantunk. Egyáltalán hol vagyunk? Hát egy szigeten. Egy sziget? Ó. Jesszusom, egy szigeten vagyunk. Egy szigeten, valahol az óceán közepén. Jaj, hát most aztán mihez kezdjünk? Nem tudom, de viszont lehet, hogy nem számíthatunk segítségre se onnan. Hát, igen, hát főleg ha a várost elfogják, igen, nem tudom, nincs rádiónk, tehát igen, nem tudjuk. Milyen várost kezdett elmondani? Ja, semmilyen város, csak hogy nagyon szép ez a város, ez a sziget, ez nagyon-nagyon szép. Aha, értem. Minden esetre, mint mondtam, segítségre nagyon nem számíthatunk, ezért túl kell élnünk, ameddig bírjuk. Hát, vannak itt ilyen... Hoppá, micsoda jó dolgok vannak itt, nézze meg! Steak! Ez egy bőrönd. Hát... Igen, szétrepültek. Illetve igen, itt is van még egy pár helyen egy szétrepült bőrönd. Abból egy ideig még túl is élhetjük. Szerencsés esetben egy hétig ki is bírhatjuk, mert hogy amint látom, nagyon állatok meg egyebek nincsenek itt. Hát... Próbálkozzunk, és majd talán valaki utánunk jön. Ha nem érkezik meg a repülőgép a... másik országba. Figyeljen, uram, már lemenőben van a nap, mint láthatja. Szerintem keresni kéne éjszakára valami menedékhelyet. Menedékhelyet? Aja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 j
Valahol biztos van valami fedett hely. Mit gondolom, mennyi időt kell itt töltenünk? Vagy tényleg nincs valami térerő, vagy nem tudom, hogy felhívni itt valakit? Hát a zuhannás közben a telefonomat is elvesztettem. Majd holnap visszamegyek a roncsokhoz, aztán valamit megpróbálok keresni, de most azért valahol meg kéne szállni, mert ez egy elég szórt hely. Na, tessék, és... itt van ez a barlang. Barlang? Barlang. Biztos, hogy ez jó lesz? Hát, ha van jobb ötlete, akkor most mondja. Nincs. Jó, legyen ez. Jó lesz. Rendben. Hát itt nagyon sötét van. Jó, nem baj. Azért van pár dolog, amit el szeretnék magának mindenképpen mondani. Nekem, de hát nem is ismerem még önt, meg ön se engem, de hát mondja. Tudom, de ezt tudnia kell. Hogy azért indultam el ezen a gépen, mert a várost bizonyos okból, melyet még nem ismerünk, meg fogják támadni a holnapi napon. És ezért gondoltuk el, elmenekülünk mindenképpen, és hát sajnos ez lett a vége. A lakosságnak már nem tudtuk szólni, mert már kevés idő volt rá, és kitölt volna a pánik. Hát ez nagyon ledöbbentő hír, és meg vagyok lepve, uram, és hát nagyon sajnálom a helyzetet, és hát ez nagyon szomorú. Igen, szóval nagyon remélem, hogyha rájönnek, hogy én is rajta voltam a gépen, akkor még gyorsabban intézkedni fognak és ide fognak jönni, mert
Szerintem itt nem húzzuk sokáig. Na tehát, polgármester úr, képzelje el, hogy ma reggel kimentem a roncshoz, és találtam egy nem működő rádiót, és hát nagy szaktudományomnak és diplomáimnak köszönhetően megbütyköltem, és most hivatalosan is leadunk egy segélyhívást, amit önnel szeretném, hogyha megtennénk. Úgyhogy jöjjön utánam. Rendben. Hol is van? Aha, itt van. Ez az. Halló, halló, itt a sziget lakók SOS hívása. Hallanak minket, vétel? Koordinátáink, mik a koordinátáink? A koordinátáink 10260, 74996, ha jól mondom, igen. Igen, szóval SOS ide próbáljanak meg jönni minél hamarabb, de szerintem úgyse hallanak. Jó napot! A mozsemvárosi reptéről jelentkezem. Amint tudok, magukért megyek. Vétel és vége. Szerintem nem hallanak minket, ez a rádió mégsem működik. Ennyit a diplomámnak. Na mindegy. Jaj, Istenem. Akkor most mi lesz velünk? Ez egy nagy kérdés. Na mindegy, várjunk. Valaki csak meghallotta a hívást. Hát, kötve hiszem, de még akár ez is előfordulhat. Te Jézusom! Nem hagyhatom őket meghalni. Azonnal indulnom kell.